Ték elvezető az ütés, megkérjük, hogy értékelje a látottakat. De először is egy nagyon szomorú bírt szeretnénk kezdeni. Tehát a akadémiánk egyik legtehetségesebb játékos, a 17 éves Takács Marci ma sajnos életét vesztette. Úgyhogy itt a csapat nevében is részletünk, hogy kívánjuk a családnak, és tényleg minden József szurkoló szimpátiája, és tényleg elismer is a családnak, hogy eddig kibírta a őszi baleset után. A mai mérkőzésen már hozzájuk az első góljuk, első főleg az első kontragóljuk, első kontra az ígyszerükből gól szereztek. A jobban is játszottak az első fődőben, kihagytuk a kontránkat. A második fődőben viszont szintén nagy nyomással helyeztük a hazaiakat, akik hősiesen védekeztek. És már ahogy átjöttek, a második kapitáltalában ésükből újabb gólt szereztek. De minden ismerésem a játékosaim és a csapatomé. Hiszen nem csak hittünk benne, hanem meg is csináltuk azt, hogy nem fogunk ma kikapni. Igaz, hogy a 3-5-5 érkeztünk, de így, hogy utolsó 10 percet felálltunk, és tényleg a vert helyzetből pontot tudtunk szerezni, így örülünk az egymondnak, mert bravúros teljesítmény. A másik fődő játékunkra van mit alapozni, hiszen végig domináltuk azt. Meg az erejét a csapatot. Ma is igazi nagybetűs csapat voltunk, és mindegy, hogy kilép pályára, mindig van, aki hozzá tud tenni. Erre mondják, hogy igazságos öntetlen, amikor van egy mezőfölén, ugyanakkor kapusod van két nagy védése kellett, hogy meccsben tartsa a csapatot, és hogy a végén meg van legyen a döntetlen. Lehet, hogy a Boldog Tamás most nem azt mondja, hogy igazságos döntetlen. Én azt mondom, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy ne legyen vereség a vége. Még ha a végén a Molnárba vigyikattam, amikor a Budáit kiütötte neki a labdát, akár nyerhettünk is volna, de nem szabad tehetetlenek lenni, és örülni kell annak, hogy kis fedelbe pontot elvittünk. Kérdések tovább? Amennyiben is megköszönjük a részvételt, és sok sikert kívánok! Köszönöm, sziasztok!